Tudod, elfáradtam. Kívült helyed mellett fektem a tárban. Téged már más kedves hívogat, de én mégis haza várlak. Elfáradtam. Csak sétálok a hűvös, üres házban. Mintha remélném még, hogy szerelemben hazatért hozzám. Kiégtem. Összetört szívem darabkáin sétálok mezítláb. A szilánkok a talpamat szúrják. Ujjamat pedig a hatóság karikája szorítja. Nem bírom már. Elsétálunk egymás mellett, mint két idegen. Néha rám nézel, mint egyen. Majd tovább áll. Tehetetlen vagyok. Mit csináljak? Ordítsak, kiszízzek? Üvöltsem, hogy fáj. De eljövj végre, mit csináltál? Nem. Inkább csak megszabadulok egyetlen terhetnél. Tudod, elfáradtam. Visszafektem kihűlt helyed mellé. De a csillagokat én mindig hatalálhatom. Simogatok, ez szokás, az egy másik teszi. Miért kapkodva csillogó szemeket, és miért nevetek hozzá? Szemtelenség, csúnyán, fősértő, élesen. Rögtön itt hagy a kezembe jut, itt van nehez itt lár. Ha megmondom. Megmondom, lár, kérdeségben. Most kérdezik, hogy nincs. Kérdezik, hogy nincs. Ezek vajat felé. Ezek vajat szemed felé. Ez a fajad szemed szoknyát pedig, mit akkor így? Hát mégsem jut eszedbe. Mit akkor így? Nem tudod? Ezt is arca próbál elhárja, akkor is fajad szemed szoknyát. Lefordul. Forzult felé. Forzult vidét felé. Forzult vidét szárad felé. Forzult vidét szárad szírmat felé. Mit akkor így van? Szél. A szél, a szemtelen valami szél, díjam visítva bosszúságodon. Itt van minden? Ez nincs csak a szellő. Ez nincs csak a kapor. És kicsegő. De én még nem is beszéltem neked a családomról. Nagyon én. Kicsi zivatar úr volt az apám. Anyám az a híres álkámpaszi tárgyban. Tölcsére sűrűen a súlyban. Így van, de... Alarogtál a már zinát a nagyjára. Elvég a fúló forgó szél. Jó, de? Hanem mit tudod? Szeretettel köszöntöm nézőinket, Nagy Körút című közéleti magazinműsorunk 8. évfolyamának 19. adását látják. Mai adásunkban először bemutatom önöknek a Thália színtanoda életét. Vendégem a stúdióban Seszlák Szidónia művészeti vezető, és Szász Walter rendező, produkciós vezető. Szeretettel köszöntelek titeket. És köszönjük a meghívást. A Városligeti Fasolon működik a ti kis tanodátok, stúdiótok. Mit érdemes erről tudnunk? Igen. 2 éve indult az iskola. És hát nagyon szép száma, 78 diák van most már a tanodában, 22 tanár. Nagyon erős a zenei rész, fantasztikus énekesek vannak az iskolában, és nagyon büszke vagyok arra, hogy majdnem minden évben vesznek föl tőlünk a Színművészeti Egyetemre is diákot. Ez tavaly is így volt. És hát hétvégén működik a tanoda, ami nagyon fontos, hogy én fontosnak tartom, de a kollégák is mesterek, hogy egytől egyig ugye a színházi és a művészi világból profi szakemberek, pedagógusok tanítanak, és az igaz színházi morált, a jó
erkölcsi morált próbáljuk tanítani. Nem feltétlenül sztárképző ez, hanem a legfontosabb inkább az, hogy kommunikációt tanuljanak, hogy a fiatalok manapság mondjuk esetleg 10 ember előtt is meg tudjanak szólalni egy helyett, szépen nyissa a száját, jól tudjon kommunikálni, legyen önbizalma. Ez nagyon fontos. Egyébként én bevezetném a beszédtechnikát, országszerte nagyon fontosnak tartjuk. És emellett művészkednek, ki tudják magukat próbálni minden téren, szinkronizálunk, járunk szinkron stúdióba, tánc van, és musicaleket, drámát, versesestet, mindent adunk elő. És havonta majdnem egyszer van vizsgaelőadásunk. Milyen korosztály számára vagytok nyitottak? Hiszen általában a legkisebb gyerekek között is van az, aki már tudja, hogy ő színész szeretne lenni, hogy a színészmesterséget szeretne tanulni, és nagyon céltudatosak tudnak lenni ezek a tücskök. Igen, van az a fajta, akit anyunyom, és van a másik, aki önmagába érzi, és akkor természetesen támogatják a szülők. 6 éves kortól lehet hozzánk járni, és akkor természetesen külön korcsoportokra osztva képezzük a fiatalokat. Tehát van felnőtt csoport 18 fölött, illetve 17 még belecsúszik, és akkor az alatt van a kamasz, és a legkisebbek ugye 6 éves kortól. Fontos, hogy tudjon már olvasni. Óvodásokkal még nem foglalkozunk, de van terv. Produkciós vezetőként milyen feladatokat látsz el a tanoda életében? Hát igazság szerint a produkciós vezetőnek a munkája elsősorban azokat a terheket levenni a művészeti vezető válláról, amik az előadások technikai hátterével kapcsolatosak, tehát a technikusok egyeztetése, a helyszín egyeztetések, a színészeknek az egyeztetése, akkor a apró kellékek, díszletek, egyéb dolgok beszerzése, illetve a tanárokkal és a többi rendező kollégával egyeztetve a próbákról, ezeknek a megvalósítása. Tehát egy ilyen, lehet azt mondani, hogy szenikai munkát is végzel, tehát majdnem minden színpadi produkciónak a megvalósításához szükséges hátteret azt én biztosítom, tehát illetve én hozom létre. Tehát az ügyelőktől kezdve a kellék, a smink, haj, tehát mindenre én felelek. És akkor, amikor ezek készen vannak, akkor én kapok egy jóváhagyást, vagy egy nemet, általában nem szoktam, hál' a Jóistennek, és akkor ezt mindig úgy egyeztetjük, hogy mindenkinek a legjobb legyen, és a legoptimálisabb, tehát időpontokat, tehát ezek egyik legnehezebb feladat, hogy a színészeket egyeztetni kell, mert van, aki már játszik közben, tehát felvették egyéb társulatokhoz is, vagy filmet forgat éppen, vagy valami, és akkor éppen van egy próba, akkor azt ugye, hogy tudjuk úgy egyeztetni, hogy mindenkinek a legjobb legyen. Milyen jellegű előadások vannak, hiszen említetted előbb, hogy havonta azért vannak vizsgaelőadások. Igen. Hát most, tehát most így, ahogy említette a Szidi az előbb, mindenféle műfajban jelen vagyunk, tehát a vizsgaelőadásoknak a színessége az általában mindig a rendezőknek, illetve az osztályvezető tanároknak a lelkét dicséri, mert ugye úgy állítják össze a vizsgálóadásokat, hogy verses est zenével, vagy csak zenés est, táncos estek, de ugyanakkor készítünk előadásokat is. Most a legutóbb például a Paul Sartre-nak a Zártárgyalás című előadását csináltuk, meg szintén... Ezt te rendezted, ha jól tudom. Igen, ezt én rendeztem, így van. Az egy ilyen külsős megkeresésre történt, a Szidi kért föl, és egy kísérleti jelleggel csináltuk meg, hogy a gyerekek igazából, tehát hogy a visszajelzések terén volt fontos ez, hogy mennyire tudnak ők mély vízbe kerülve dolgozni. Igyekeztem igazából egy olyan színházi közeget, hogy profiként kezeltem őket maximálisan, és ugye ehhez mérten szabtuk meg a munkafolyamatot és a próba folyamatot is, és ez nem könnyű darab, de megoldottuk. Tehát a gyerekek maximálisan profi módon vizsgáztak, és akkor utána ültünk le és beszéltünk egy olyat, hogy ezentúl is lesznek még nagyobb produkciók. Most, ami előkészületben van, az a Fekete Péter zenés revű. Ugye, mint említette a Szidi, nagyon sok jó és erős hangú tagunk van, és most ugye ebbe fogunk bele, tehát mindenféleképpen lesznek külsős nagy produkciók. Tehát aki kedvet érez, az jöhet, az belekóstolhat, közbe tanul a tanodában, de közben már játszik színpadon, tehát minden, tehát oda figyelünk, hogy ne essenek ki a ritmusból semmilyen szinten. Ne felejtsük el azért a tanárokat, a mestereket. Kik tanítanak nálatok? Bocsánat, még az előzőhöz hozzászólnék, hogy lesz a kicsiknél most a Dzsungelkönyvét próbálják, az ugye
fantasztikus kis darab. A Hamletre készülnek a felnőttek, és egy érdekes átirat lesz. Goldolni két úr szolgálja, nagyon erős még az egyik csoport, három felnőtt csoportunk van, és abból az egyik csoport nagyon erős komédia dell'arte-ben, a vásári komédiában, úgyhogy az is érdekes, meg ugye mozgásszínházból is erősek vagyunk. Tanáraink Gali László Jászai Díjas rendező, aki Egerbe és Debrecenbe volt igazgató, színházigazgató, Elkárpáti Péter van velünk, aztán önismereti tréningeket tart, nagyon jó. Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese, Dénes Tamás, Juventus Rádió műsor vezetője, kamera előtti és mögötti munkákat is tanít, tehát a médiába is belekóstolunk. Nikodém Norberthez járunk szinkron stúdióba, és ott egy jó egész hosszú idő alatt, tehát egy egész délután alatt kipróbálja mindenki magát a szinkron stúdióba. És hát a táncosaink, akik koreográfusok, azok a Madách Színházból jöttek, és akkor így áll össze a csapat. Művészeti vezetőként azért biztos, hogy nagy teher van a válladon. Mi az, amire a legbüszkébb vagy? Arra, hogy minden egyes diák jól érzi magát nálunk, és a szervezés az egy kemény dolog természetesen, egyeztetni a tanárokkal, mert mindenki valamerre játszik, meg nem tudom, haknizik most nyáron is, tehát a tanárok közül, és akkor a diákokat is egyeztetni, meg termet egyeztetni, meg előadásokat, de az pont a Walter leveszi ezeket a terheket a vállamról, de az, hogy egy jó családi közösség van, együtt járunk kávézni, akár sörözni a felnőttekkel, előadásokat nézni, és egy igazi nagy család van, hatalmas nevetések, sírások. Tehát nagyon jó a csapat. Nagyon mi kell ahhoz, hogy ma jól működjön egy színitanoda, azon kívül, hogy nyilván kell hozzá pénz? Persze, hát nyilván kell. Egyébként nálunk ösztöndíj is van, tehát hogyha valaki eljön, minden hónapban vannak pályázatok, és minden hónap 10-ig lehet leadni a jelentkezést, és akkor 10-től 15-ig vannak a felvételik, ahol a mesterek beülnek, és akkor felvételiztetnek, és plusz akkor már a produkciókra is castingolunk, külső és nagyobb produkciókra. Ami a legfontosabb az, hogy hát hál' Istennek a kapcsolati rendszer az rendben van. Mindig próbáljuk a diákokat, ahol tudjuk nyomni, amilyen forgatásokról, munkalehetőségekről, statiszta munkákról csak tudunk, azt azonnal ömlesztve kapják e-mailen, mert fontosnak találom, hogy ők is tudják egyrészt gyakorolni ezt a szakmát, másrészt pénzt keresni. Ami ehhez kell, a szív, a hit. Bizony. Ez meg a szakma iránti nem csak hogy alázat, hanem az a szenvedély, az erő, ami ezt az egészet fenntartja. És az elhivatottság is, nem fog működni ez az egész történet. A weblapotokon böngészve több mindent láttam, hogy mire vagytok büszkék, hogy kit vettek fel éppen a színművészeti főiskolára, és megütötte egy dolog a szememet, hogy rengetegen szerepelnek vagy tévés sorozatban, vagy pedig ott vannak a különböző tehetségkutatók mezőnyeiben. Ez miért fontos, hogy képviseltessék magukat a diákok ilyen jellegű produkciókban? Ez önmaguknak, szerintem önmaguknak fontos. Én úgy gondolom, hogy tehát nem szabad ezeket határt szabni, hogy most oda ne menjél, mert az ciki, ezt ne csináld, mert az esetleg ne add az arcot hozzá. Mindent ki kell próbálni, gyakoroljanak, hadd lássák meg a világot, a szakmát, hogy működik, kivel hogy beszélnek itt, kivel hogy viselkednek ott, hadd próbálják ki, és önmaguknak ez egy cél. Én azt látom, hogy mindegyik diáknak vagy az énekbe, vagy a táncba vannak céljaik, és mi azt maximálisan támogatjuk, elengedjük őket, még ha tanoda időben is van. Még egyet hozzátenné, csak egy rövid mondatot, hogy egyetlen velem csak, hogy ezek a munkák általában, ezekre mi is nagyon figyelünk, hogy ezek pénzes munkák, tehát ezzel ők keresnek, és igaz, hogy nem nagy összegeket, de olyan kis apró biztos pénzeket, és ez is fontos, hogy nekik is legyen egy kis sikerélményük ilyen szempontból. És mi a helyzet a ti sikerélményeitekkel? Rendezőként például mi volt a siker? Én rendkívül büszke vagyok, és megmondom őszintén, hogy én nem véletlenül, ugye Szilivel mi már nagyon régóta ismerik egymást, és
nekem az a fajta hozzáállás és az a fajta elhivatottság és az a tűz, amit ugye nem tudunk adni a gyerekeknek, ezt mindig elmondjuk, de hála Jóstának mindig bennük van. Ezért úgy vitte a pályáján, amit én tudok erről, az ő szerepeiről, hogy soha nem láttam azt a elkeseredést, vagy azt a elkenődést, ami ugye ezen a mostani szakmai világban lehet ilyet mondani, hogy nagyon-nagyon mindennapos. Én nem éreztem azt nagyon sokáig, hogy nekem rendeznem kéne, vagy újra színház az életem, én szoktam föl, de valami olyasmit láttam itt a Szűzinél, vagy olyasmit kaptam én is, egy olyan pozitívumot, hogy van még remény. Most lehet, hogy patetikus vagyok, kicsit egy nyálasan hangzik, de én úgy érzem, hogy nekem, mint rendezőnek, tehát hogy én sokkal tudok úgy dolgozni a gyerekekkel, hogy a hasonló érzéseket érzek felőlük, ez egy ideig úgy furcsa volt, és utána meg kellett szoknom. Sála Jóstának, hogy megszoktam, hogy a gyerekekben olyan tűz és olyan szenvedély van, meg a felnőttekben is, hogy azt ma, akár tetszik, akár nem, színművészetéről kikerült emberek között én nagyon keveset látok. Tehát itt a pénzorientáltság, a társág, a magazinok címlapjában, tehát az, hogy az igazi, amit mi is tanultunk annó, hogy a Stanislavski, a színház létezés, a varázslat az, hogy színészből, hogy ha néha nincs is annyi gázsi, mint ami kéne, de az öröm, az átadás, ez benne van a gyerekekben. És nem tudom, hogy honnan veszik, mert ez félelmetes, de bennük van, nap mint nap, és élvezet velük beszélgetni, együtt dolgozni velük, és alázatosak, és tehát én nekem nagyon nagy sikerélmény, és én nagyon örülök neki, és egyfajta kísérleti dolog is részemről, mert hát, ugye, amit az előbb is említettük, hogy mély vízbe vannak dobva a gyerekek, tehát ők ott a biztonságos anyamékben, a tanulában tanulgatják a szakmát, stb. És jövök én, aki rendezem, és szövegtudást kérek, és mozgást, és hát mindent egybe. És ami nagyon szép, az a sok köszönöm, amit kapunk, én legalábbis, hogy most is nagyon sok köszönömet és dicséretet kaptunk, ugyanúgy a Fidi is. Mindenkitől. És láttam rajtuk, hogy őszintén gondolják ezt a dolgot, és az, hogy a szeretlek szót nekem újra meg kellett tanulnom. És megtanultam hála is, és jól is kimondani nekik, hogy érzik, hogy fontosak, ezáltal mi is azok vagyunk. Tehát ez egy ilyen nagyon szép, és ugye nekem ez a sikerélmény, tehát meg az, hogy ugye együtt dolgozhatok Fidivel. Részemről ennyi, amit én ugye el tudok mondani. Hamarosan véget ér viszont a tanév, mert most már azért május elejét írjuk. Júniusban ti is leálltok, vagy egész nyáron kínáltok programokat a diákoknak? Vannak tanfolyamjaink nyáron is, és nyári tábor. Szeretnénk egy alkotótábort csinálni július végén a mesterekkel, és hát nem mondom, hogy sztárokkal, de nagy még hívunk meg nagy művészeket, és szeretném minél kisebb költségvetésből, mert manapság, tehát ne a pénz akadályozza a fiatalokat, hogy ilyen mesterekkel együtt alkothatnak hétvégén a Balatonon, vagy egy hétig, bocsánat, és tehát próbáljuk ezt elérhetően majd kikalkulálni, és a végén szeretnénk ott is egy előadást prezentálni. Természetesen este a tűznél bográcsolás, éneklés, gitározás, esetleg az énekeseinkkel, nagyobb művészekkel, és akkor ez egy izgalmas dolog lehet. És akkor nem csak tanodásoknak, hanem ez bárkinek elérhető az országban. Hát kívánom nektek, hogy ez is sikerüljön mindennel együtt, hiszen úgy látom, hogy tele vagytok tervekkel. Tele, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük szépen a lehetőséget. Nézőinknek megköszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a Katasztrófa Védelmi Napról készített összefoglalónk. Mai szép napon, ami most már sokkal szebb, mint amikor indult, a 21. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny középesti kirendeltség által szervezett döntőjének helyszínén vagyunk. Itt az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. kerület általános és középiskolái vetélkednek. Egy felmenő rendszerű vetélkedőben ez azt jelenti, hogy jövő héten lesz a fővárosi verseny, ahol az itt győztesek képviselik majd a kerületüket. Ahogy említettem, általános és középiskolás
versenyzőink vannak. Korábbi felkészülésük és a múlt héten tartott központi felkészítés alapozza meg a tudásukat. 6 állomáson történik a tudásuk felmérése, ahol a katasztrófavédelem különböző területeivel, annak jelentkező gyakorlati feladataival találkoznak. Van tűzoltós állomás, van egészségügyi állomás, van, ahol veszélyes anyagokkal dolgoznak, van, ahol egy rádiós irányítással kell majd mozogniuk. Tehát mindaz, ami előfordul a gyakorlatban problémaként, az kerül felmérésre. Fontosnak tartom elmondani az ezévi versenynek a szlogenjét, ez pedig az, hogy a tudás életet menthet. Ezt valósan gondoljuk, hisz az az elméleti vagy gyakorlati tudás, amit ezek a gyerekek megszereznek, konkrétan életet menthet, vagy megelőzheti a súlyosabb bajt. Vagy ha mégis bekövetkezik egy rendkívüli esemény, akkor ők tudás birtokában képesek beavatkozni, ez egészen biztos, hogy életeket jelenthet. Egy precízen végrehajtott tűzjelzés, vagy tudjuk azt, hogy mit kell mondani. Ez értékes másodperceket jelent, ez valósan az életünket mentheti meg. Az volt a célunk, hogy minden gyerek, aki itt ma versenyez, kapjon ajándékot, és ez így is lett. Tehát sikerült, és ezt elmondhatom, hogy a fő szponzorunk, a fő hátteret a Kőbánya Tűzvédelmért Alapítvány biztosítja. Azon túl, hogy a helyszínt is Kőbánya adja, de a Kőbánya Tűzvédelmért Alapítvány az egyik fő támogatónk. Ezen túl még vannak gazdálkodók is, és önkormányzatok is támogatják a rendezvényünket. Ez biztosítja azt, hogy a gyerekeket el tudjuk látni reggelivel, el tudjuk látni ebéddel, és ezen túl azt gondolom, hogy értékes, praktikus díjakat is kapnak. Talán az egyik legérdekesebbet hadd áruljam el, hogy egy dinamós zseblámpa, amelyhez nem kell külső áramforrás, hanem magunk tudjuk föltölteni, és azt gondolom, hogy egy áramszünet esetén nagyon hasznos szolgálatot tehet. Eddig még csak a homokzsákos, illetve a szivattyús feladatokon vettünk részt. Következő lesz a tájolás, illetve a csukott szemmel tájékozódás egy pályán. Tavaly sajnos másodikok lettünk, de most az első helyet pályázzuk meg. És hát reméljük, hogy sikerül és nagy dicsőséget szerzünk ezzel az iskolánknak. Illetve ott látom, hogy ott majd lesznek ilyen vegyi ruhás feladatok, ahol majd fel kell ölteni, aztán majd le kell venni, úgyhogy nem érünk hozzá, meg a szél irányra is kell majd ügyelnünk. Felkészítő tanárunk az Gizi néni volt, és nagyon sok munkája van bennünk, hogy nagyon jól szerepeljünk. Hát és meglátjuk, hogy ez majd mennyire sikerül, vagy mennyire nem esetleg, de azért készültünk rendesen, hogy jó legyen. Múlt hét pénteken volt lehetőség, hogy ott arrafele a művelődési házban készüljünk fel, tehát ott elmondták az összes feladatot, hogy mik lesznek benne, és adtak ezen kívül felkészülési anyagot. Ezen kívül pedig az iskolában összejöttünk négyen, és együtt készültünk ezekre a feladatokra. Szóval reméljük, hogy a sok munka meghozza majd a gyümölcsét. Először vagyunk itt, úgy készülni a versenyre, hogy e-mailbe elküldtem a linkeket, amiket át kell nézniük, illetve elmentünk múlt héten az előkészítő foglalkozásra, és segített a védőnő kolléganő is. Hogyan választottátok ki a gyerekeket, hogy melyik gyerekek jöjjenek el erre a versenyre? Hát akik tudnak viselkedni, na hát főleg az, hogy akikről tudtam, hogy tudnak együtt dolgozni és fegyelmezetten, meg akik föl is készülnek az elméleti részből. És tavaly még nem voltunk, most vagyunk itt először, eddig nagyon jól érzem magamat, és a védőnő készített fel minket. Kaptunk ilyen, az osztályfőnökünktől ilyen 3 linket, a katasztrófa védelmi oldalt, és akkor ottan legalább ültem 2 órát, hogy tanultam, felkészüljek a versenyre. Amikor mondjuk van egy feladat, akkor azt hogy oldjátok meg? Hát közösen szoktuk megbeszélni. Meg hát, hogyha valamit nem tudunk, akkor segítenek is. Szivattyút kell telepítenünk,
rá kell raknunk egy darab vívócsövet, illetve egy darab nyomótömlöt. Jó, a feladatot hajtsátok akkor végre most. Jó? Mind a négy ember? Mind a négy ember. Napon általános iskolásoknak és középiskolásoknak tartunk egy ilyen katasztrófa védelemmel ilyen kapcsolatos feladatokat. Az állomásunkon két feladat van, az első fele egy tesztből áll, a másik fele pedig bármilyen veszély esetére össze kell készíteniük egy csomagot. Itt több tárgyat találhatnak, és nekik kell kiválasztani, hogy mire van szükségük. 15-öt kell belerakniuk. Itt mi gondolunk tisztálkodási eszközökre, ami mindenképp szükséges, fogkefe, fogkrém, szappan, akkor tartós élelmiszerre, konzervekre, ami sokáig eláll, ami otthon is jó, hogyha van, akkor esetleg egy plédre, hálózsákra, ami hideg időben szolgál. Hogyha mondjuk valamilyen mérgezés van, akkor pedig akár egy ilyen ormaszk is jól jöhet. Az összes pontszám, ami elérhető, az 30. 5 pontot kapnak az alakira, az, hogy milyen alakzatban jönnek ide, hogy köszönnek nekünk, akkor 4 fős csapatok vannak, 2 fő tesztírás, 2 fő pedig ezt a veszély elhárítási csomagot állítja össze. Egymástak nem segíthetnek. Direkt azért választjuk őket külön, hogy 2 a tesztet, 2 pedig a csomagot állítja össze. 10 percük van a két feladat összesen. És ez még csak az első versenyünk, hát még a pályákat még nem próbáltuk, ide kifogjuk. Hogyan készítettek a versenyre? Ki volt adva ilyen vázlatszerűen egy lap, hogy mi lesz benne, és mindenkinek meg volt szabva, hogy miről tanuljon leginkább. Ugye volt, aki csomózás, meg elsősegély, meg ilyesmik, meg tűzoltás, és ez az első, még hogy ilyen részt veszünk. De már hallottunk róla többször is, meséltek a tanáraink. Klimán Dávid a csapatkapitány. Hát leginkább úgy volt, hogy ki szeretne erre a versenyre jönni, úgyhogy inkább az alapján választottuk ki. És hát tulajdonképpen felosztottuk a dolgokat, tehát ilyen rendesen csapatmunka. Nézőinknek megköszönöm egész estés figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk adásunkat Zöld Zóna című magazinunkkal. Viszontlátásra!